Hazatért, visszakerült a Székesegyházba a Szent Kereszt ereklye, ami a 19. században készült, túlélte a bombázást, majd a sekrestyében őrizték. Busok búcsúban, maskarás felvonulással, kiszebáb égetéssel búcsúztatták a telet a faluban, a helybeliek is jelmezt öltöttek. Játékos sport. Győzött a papírforma, a Zrínyisek az első, a Derkovics iskolások a második helyen végeztek a Diákolimpia elődöntőjében. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Hazatért az egyik legjelentősebb székesegyházi ereklye a szombathelyi nagy templomba. A 19. század elején készített szoborkompozíciót vélhetően a Vatikánban készítették, vagy a Szentszék megbízásából a Vatikánhoz tartozó művészek szűk körének egyik tagja alkotta. A II. Világháború óta hosszú utat járt be, míg visszatért a székesegyház főhajójájának egyik mellékoltárára. 65 cm hosszú és 27 cm széles a Szent Kereszt ereklye, amelyet 1800-ban kapott Hercán bíboros szombathelyi második püspöke 7. Pius pápától. A bíboros 1802-ben helyezte el a székesegyházi Szent Kvirin oltárnál, ismerteti az emléktárgy történetét Lendvai Rezső. A II. Világháborús bombázáskor az ereklye csodával határos módon csak apróbb sérüléseket szenvedett el. Az 1950-es restaurálást követően a sekrestyébe került megőrzésre. Póka püspök úr 1983-ban vitte át gyakorlatilag az egyházmegyének a kincsei közé, és ott volt egészen a tavalyi évig, amikor közakarattal és az egyházi vezetők támogatásával ez az ereklye ide kerülhetett. A Jézus szíve oltárnál elhelyezett felbecsülhetetlen értékű ereklye márványból és fából épül fel, amelyet arannyal vontak be. A fekete márvány koporsó Krisztus nyughelyét szimbolizálja, amely a feltámadást jelképező kereszt alapja. A szoborkompozíció két szélén angyalok helyezkednek el, akik a keresztrefeszítéshez kapcsolódó szögeket, töviskoszorút, a Krisztus oldalát átszúró lándzsát, valamint az izsópra tűzött ecetes szivacsot tartják. Az ereklye visszahelyezése társadalmi összefogás eredménye, amelyben nagy szerepe volt a szombathelyi Székesegyházért alapítványnak. Új erekével fog gazdagodni a Székesegyház, ugye tudjuk, most lesz a boldogávatása a Brenner János atyának, és hát most a következő nagy ereke ez lesz, de feladatunk az is, hogy a Batthyány-Stratmann ereke, ami ugye itt látható volt, annak is egy fix, állandó helyet biztosítsunk, tehát ennek a munkálataiban is részt vesz az alapítvány. A Szent Kereszt erekjét a közeljövőben egy péntekesti szentmise keretében áldják meg. Busójárással búcsúztatták a telet búcsúban. A Nyugat-Dunántúron sehol másút nincs ilyen rendezvény. A határmenti kis faluban is csak most harmadik alkalommal volt busójárás, kiszebáb égetés és minden, ami a maskarázáshoz tartozik. Eredeti birkabőr, nyírfából készült állarc, több mint 2 tucatnyi busójelmezes fogadta a búcsúba érkező mintegy 700 látogatót. Elsősorban a hölgyeket akarták elrabolni, interjú alanyunkat is. Nagyon jól érezzük magunkat, Szombathelyről érkeztünk, előre tudtuk a programról, mert a rokonaink itt élnek, úgyhogy már hetekkel ezelőttről vártuk ezt a lehetőséget, hogy ismét itt legyünk. Tudjuk, hogy évek óta járnak ide a busok, és nem Mohácson kezdik ezt a télbúcsúztatást, és szerettük volna az idén is megnézni ezt az eseményt. A helybéliek is maskarát öltöttek az esemény tiszteletére, de az igazán fergeteges hangulatról a meghívott alakoskodók gondoskodtak. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület segedelmével a falu szervezésében most már nem először került sor arra, hogy busókat látnak vendégül. Igazi mohácsi busók már 3. alkalommal jöttek el búcsúba, és ilyenkor rendszerint hajnalig tart a mulatság. Ez a csoport, aki most 25 fővel itt részt vesz ezen a rendezvényen, ők teljesen partnerek voltak, mindenben segítségünkre voltak, és nagy örömmel jönnek minden évben, és el kell mondani, hogy ők reggel 4 órakor indulnak Mohács mellől. Kiszebáb égetéssel zárták a tél búcsúztató felvonulást, utána azonban még tovább folytatódott a búcsúi buli a busókkal.
Kiállítás nyílt a színházban. Mátyás királlyá választására emlékezett a Fekete Sereg. Lakossági fórumot tartanak kerékpárutakról. Rövid hírekkel folytatjuk. A színek állnak a Vörös Sándor Színházban megnyílt Color című kiállítás középpontjában. A bemutatott fotókon Szigeti Vanda textiltervező iparművész ruhái jelennek meg, domináns színük megfelel a főleg a nyomdaiparban használt úgynevezett Pantone színskála valamelyik árnyalatának. A digitális képeket Bonyhádi Károly tervezőgrafikus és Zergi Borbála fotográfus készítette. Az eredetileg katalógusokba szánt fényképek címét színkódok helyettesítik, és a Pantone színek inspirálták a megnyitóra készített vendégasztalt is. A sokszínű kiállítás Nagy Anna esztéta ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mátyás királlyá választásának 560. születésének 575. évfordulója alkalmából 2018-at Mátyás király emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A Mátyás király Fekete Sereg hagyományőrző csoport megemlékezett a január 24-i királlyá választásáról Szombathelyen a belvárosban, majd Kőszegen arról, hogy Mátyás seregével 1483. január 24-én foglalta vissza Kőszeg városát harmadik Frigyes császártól. A csoport tavasszal rendhagyó történelem órákra várja majd az általános iskolásokat. A Szombathelyt sével összekötő kerékpárút nyomvonalának módosítása lesz az egyik témája a január 31-ére tervezett lakossági fórumnak a Városháza első emeletén. A délután 3 órakor tartandó eseményen szó lesz még a Jókai úti kerékpárútról, illetve arról, hogy a királysport létesítmény bővítése érdekében a település rendezési eszközök módosítását tervezi a hivatal. A lakossági fórumot Puskás Tivadar polgármester tartja. Több ütemben csökkent az éttermek és vendéglátóhelyek szolgáltatásaira vonatkozó áfa kulcs. Januártól már csak 5%-os ez a teher, ezzel egy időben azonban új hozzájárulás megfizetésére kötelezték a vállalkozókat. A bevételből a turizmust fejlesztik majd. Új kötelezettsége van a vendéglátósoknak. 2018. január 1-e óta turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük a vállalkozásoknak. Ez a teher egy most életbe lépett áfa csökkentéshez kapcsolódik, és az étteremben elfogyasztott meleg ételre, vagy helyben készített, nem alkoholtartalmú italra vonatkozik. Akik ilyen jellegű szolgáltatást nyújtanak, ők lesznek ennek az új kötelezettségnek az alanyai. A szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke képezi az új kötelezettségnek az alapját, és erre vetítve 4%-os adómértéket kell számolni. Ennek az új kötelezettségnek a bevallás és a befizetése teljesen az áfa bevallással megegyezően történik. Bonyolultnak találják a rájuk vonatkozó jogszabályokat a vendéglátósok, úgy vélik a változtatások a hibázás lehetőségét is magukban hordozzák. Az áfa csökkentésétől a vásárlók jobb árakat reméltek, a vállalkozók pedig fejlesztettek vagy béreket emeltek volna, de az új hozzájárulás miatt erre kicsi az esélyük. Nagyon sok nyitott kérdés van még. Nagyon sok vendéglátós kolléga a gyakorlati alkalmazással van gondba velem együtt, könyvelők meg se egészen tiszta még minden dolog. Most ezért a Vasi Vendéglősök Klubja és a Kereskedelmi Iparkamara kérte az adóhivatalt, hogy tartson egy előadást nekünk, amiben hétköznapi kérdéseket fel lehet tenni. A befizetett hozzájárulásból több mint 10 milliárd forintos költségvetési bevételt várnak. Ez összeget az ország turizmusának fejlesztésére fordítják majd. Komoly károkat okozhat a januári meleg a gyümölcsösökben és szőlőkben, ugyanis ha éjszaka sem hűl 5 fok alá a hőmérséklet, megindul a nedvkeringés. Ha ezek után kemény fagy érkezne, biztosan megtizedelni az idei termést. A jó időben viszont könnyebb a meccés, gőzerővel dolgoznak a gazdák. Már 2 hete meccik a szőlőt a kőszegi hegyen. A tavaszias időjárás megkönnyíti a munkát. A szőlőtermelők és borértékesítők szövetkezete 6 hektáron gazdálkodik. Ezt a területet 5 éve telepítették be cvejgelt fajtával. Azt mondják, a meccés fontos meghatározója a termés mennyiségének. Itt az ernyőművelési módot alkalmazzák. Ugye a csár, most már úgy hívjuk, hogy csár, a 2 évest azt csernek hívjuk. Aztán ezeket lepucoljuk, most itt a
tavalyi ugarcsap ugye nem hajtott ki, ezt is levágjuk, hogy szépen ne maradjanak csonkok, úgy mondjuk ne maradjon kabátakasztó a szőlőtökén. A városban komoly hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek. Ezt bizonyítja például, hogy 1740-től jegyzik be megfigyeléseiket a gazdák a szőlőjövésnek könyvébe. Vince naphoz kötődik például az a mondás, ha fénylik, csordul Vince, megtelik a pince. Idén ezen a napon sütött a nap, és pár csepp eső is esett, így a gazdák a tavalyihoz hasonló jó termésben bizakodnak. A mostani tavaszias időjárás azonban veszélyes is lehet. Ez a szerencse, hogy éjszaka azért lehűl, tehát ma éjszaka is fagyok voltak, tehát éjszaka leül a hőmérséklet, úgyhogy a talaj nem melegszik fel. Akkor van nagy gond, ha most mondjuk lesz egy februári hideg, nagy mínuszok, és netán elindul a netvkeringés, vagyis a gyökértevékenység megindul, akkor nagy fagykár történhet. A januári meleg főleg a kártevőknek kedvez, mínuszok hiány ugyanis nem pusztulnak el sem a talajban, sem a tőkék kérge alatt. A szőlő meccése januártól március végéig tart. Azt mondják, ilyenkor már lehet, a tél utolsó hónapjában pedig el kell végezni ezt a munkát, ha jó termést akarnak a gazdák. Óriási hazai fölény jellemezte a Diákolimpia játékos sportversenyének szombathelyi elődöntőjét. A 8 iskolát felvonultató viadalt a Zrínyi nyerte, megelőzve a Derkovicsot. Egyértelműen esélyesként indult a két szombathelyi iskola a Diákolimpia játékos sportversenyének hazai rendezésű országos elődöntőjén. A Zrínyi és a Derkovics aztán igazolta is a papírformát, rögtön az első versenyszámot követően érreálltak, és maguk között osztották el a továbbjutást jelentő első két helyezést. Végül a Zrínyi 73 ponttal nyert a 65 pontot gyűjtő Derko előtt. A harmadik helyen a Balaton-Almádiak végeztek. Megmondom őszintén, számítottunk erre az eredményre, nagyon sok munka van benne, mind a gyerekek részéről, testnevelők részéről, és a szülők is nagyon sokat támogatták a munkánkat, hogy ilyen szép eredményt érjen el iskolánk. A címvédő Zrínyi csapata a 10 versenyszám közül 8-at nyert meg. A Gubián Tamás és Vadász Gábor testnevelők által felkészített együttes szinte órami pontossággal hajtott végre minden gyakorlatot, és így rögtön az országos döntőbe jutott. Nagyon sokat gyakoroltunk, remélhetőleg, hogy kijutunk az országosra, és ott is nagyon jó eredményt fogunk elérni. A Derkovics iskola eddig 6 alkalommal szerzett országos bajnoki címet a játékos sportversenyekben, illetve annak korábbi változatában a Gyere velünkben. A szombathelyi csapat most a február 16-ai budapesti pótselejtezőn harcolhatja ki a fináléba kerülést. Örülünk az eredménynek, nagy erőkkel készültünk erre a megmérettetésre. Mindenképpen az volt a célunk, hogy tovább jussunk az országos versenyre, ez azzal, hogy második helyezettek lettünk, lehetővé válik, hiszen a pótselejtezőn részt vehetünk, és ott mindent meg fogunk tenni azért, hogy az országos versenyre bekerüljünk. Az országos döntőt március 3-án és 4-én Dunaújvárosban rendezik meg. Az már biztos, hogy a Zrínyi ott lesz azon a versenyen. Remélhetőleg a Derkovics is csatlakozik majd városi riválisához. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!